Jó estét, Szombathely! Ma három témával várjuk Önöket, fogadórával indulunk, szembesítjük a képviselőnt, aki elfogadta a meghívásunkat, hogy mit is mondott, egészen pontosan mondom, március 20-án, milyen tervei vannak a körzettel kapcsolatosan, és ebből miket sikerült megvalósítani. Aztán ellátogatunk a Natur Kulinárium egy programjára, és ha hiszik, hanem 20 éves a Szombathely Város Kolping Egyesülete. Beszélgetünk majd az Egyesület működéséről, az évforduló kapcsán különböző eseményekről. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk mindenképpen, én azt gondolom, hogy érdekes lesz a mai műsorunk is, és már is gyakorlatilag akkor bemutatnám a fogadóra ma esti vendégét. Nagy szeretettel köszöntöm Szakály Gábor képviselőt a 6-os számú körzetből. Jó estét, köszönöm, hogy eljött. Ugye egy nagyon pár gondolattal említsük meg a Kertesházas övezet, Derkovics városrész, haladáspálya felőli panelrész, sportcsarnok környéke, kórház környéke, 5500 lakos, nem kevés. Igen, nem pici a körzet. Választókerület, igen. Március 20-a fogadóra vendége volt, akkor Mertlin Ferenc kolléga kérdezte, és készítettünk egy kis kivonatot az akkori beszélgetésből ezekre a kérdéseinkre. Kérem majd Öntől a választ. Kezdhetjük? Hú, akkor ez egy szembesítés. Óra nem indul, igen, tehát igen. Ez nem egy betelkedő jellegű dolog, de mégis kíváncsiak vagyunk arra, hogy miként látja ezeket a dolgokat. Akkor azt nyilatkozta, hogy nagyon sok zöld területtel kapcsolatos észrevételt kapott. Például ugye a Forró utca és ennek a környéke, előregedett tujasorok, esetleg cserére volt szükség. Mi sikerült ebből? Hát a következő történt, hogy a Szompark cég végzi ezeknek az ötleteknek a karbantartását. Ők jelezték, hogy a Forró utca végén található tujasor mindkét oldalon a sövény előregedett, balesetveszélyes, beárnyékolja a házakat, tehát a fák cseréje szükséges. Ezt követően összehoztunk egy lakossági fórumot, ahol ismertette a Szompark a terveit, amit ott az ott lakók elfogadtak, és hát gyakorlatilag teljesen kiirtották mind a sövényt, mind a tuják kivágásra kerültek. Ez nem minden szakaszon, ahol megmenthető volt a sövény, ott megmaradt, de nagyon visszanyírták, így világos, szép lett az utca, és a tuják helyére pedig egy speciális dús lombkoronájú cserje, hát fafajta került telepítésre, de pont tegnapi napon jártam arra, és úgy láttam, mintha nem igazán sikerült volna ez a fa telepítés. Lehet, hogy csak én nem értek jó hozzá, hogy nem rügyezett ki, de most ezt meg fogjuk vizsgálni. Hogy sikerült ennek normálisan gyökeret ereszteni, nem vagyok ennek a szakmának a művelője, de úgy tűnt, mintha nem. Nem mindenhol nem mindenhol meg, hajtott nem volna ki, de a sövény az szép lett, az utca világos lett, úgyhogy tudtuk orvosolni ezt a problémát. Több egyébként zöldtelettel kapcsolatos bejelentés volt fogadórámon is, a Bolyai utca környéken is voltak olyan fák, ahol beárnyékoltak ablakot, egyebet, ezeket kivágattuk, parkosítást rendbe tettük, és hát a Bolyai iskola előtti padokat tudtuk kicserélni, és az ott lévő zöld területet rendbe rakni a tanévnyitóra, aminek szintén én legalábbis nagyon örülök, remélem az ott lakók is. Paragvári utcai általános iskola felújítása korábbi dolog volt. Hogy látja, hogy sikerült? Hát én megmondom őszintén, nagyon örülök annak, hogy mind városképileg, mind minden szempontból az iskola, épp én is oda jártam általános iskolába, meg tudott újulni. A gyerekek is és a pedagógusok is nagyon örülnek neki. Én úgy gondolom, ez egy nagyon látványos és szép felújítás volt, ezt láthatják a szombathelyi polgárok, akik a Paragvári úton, Petőfi Sándor utcán közlekednek, és annak örülök, hogy most az egyház is elkezdte a vele szomszédos, tehát egybe épült zárda templomnak a külső homlokzati felújítását, és akkor így városképileg is egységes és szép megújult épület együttes lesz. Térünk akkor most az óvodákra. A Kuckó óvoda egyébként is azt gondolom, hogy egy szépen fejlődő óvodót, szinte minden évben fejlesztenek valamit. Mi történt az óvik? Ugye bölcsöde, bölcsöde. Igen. A Kuckó bölcsöde egy olyan bölcsöde, amit sikerült úgymond megmenteni, hiszen egy családi házban került kialakításra. Itt mi évről évre próbálunk képviselői keretből, szponzori támogatásokból, felajánlásokból fejleszgetni. Az épület úgymond már teljesen készen van, tehát hőszigetelés, külső szigetelés, új csoportszoba került kialakításra, a konyhát átalakítottuk, sószoba került kialakításra, és a szülők most azzal kerestek meg, hogy az udvarnak a füvesítése, a homokozó cseréje, esetleg egy pár rugós játék beszerzését meg tudjuk-e oldani. Kicsit elhúzódott ez a dolog, ugye
ugyanis elég magas áron tudtuk volna beszerezni ezeket a játékokat, és a városi cégünk közel 30%-kal olcsóbban, mint ami a piacon található, meg tudta csinálni, ezért több játékot tudtunk venni, és az úgy megoldódott a kérés is. Ezt a nagyon népszerű bölcsöde egyébként. Igen. Óriási túljelentés. Talán éppen a fejlesztések miatt, tehát látják a szülők, hogy hát ott mindig történik valami, gondolom, és nyilván egy ilyen bölcsödé. Nem csak a fejlesztések miatt, mert az egész egyesület a bölcsödei természetesen a szakmai intézmény munka. Szakmai gárdája az abszolút. Nagyon érdekes, de ugye kertesházas övezetről beszélünk, itt állandóan probléma a járda és a csapadékvíz elvezetése. Ez is említésre került március 20-án. Mit sikerült megoldani? Nagyon sok a probléma, nagyon sok a járda, nagyon sok az út, útfelület, ami felújításra szorul. Most hát öröm ebbe a mondhatni tragédiába, hogy bizonyára minden szombathelyi szembesült vele, hogy a Bartók Béla körút le van zárva, hogy itt a helyszínen polgármester úrral megtekintettük ezt a problémát. Sajnos azt ki kell mondani, hogy ez az út annak idején, amikor felújításra került, ripsz-ropsz át lett adva a választások előtt, és hát nem végezték el a megfelelő csatorna felújítási munkálatokat. Ennek köszönhetően beszakadt az úttest. Ennek a kijavítása van most soron, mi azt hajtjuk, hogy ez minél előbb elkészüljön, de hál' Isten most ennek keretében az út ezen szakasza megújul, és hát folyamatosan mérjük fel azokat a csapadékvízelvezetési és egyéb problémákat a körzetbe, amit ki kell, hogy javítson a sok esetben a Vasi Víz ZRT. Volt egy drasztikus fametszés is tavasszal, erre miért került sor? Hát ugye ezek a fák azért elég régóta várattak arra, hogy egy 10 éve elhanyagolt fának a metszése az elég drasztikusan néz ki, amikor elkészül, de aztán amikor kihajt, akkor a teljesen más képet mutat. Hát ha belegondolunk a Csónakázótó szigetének a durva kitakarítását, mennyi lakossági felháborodás övezte, és most meg lehet nézni, hogy mennyire szép a Csónakázótó, és átlátható, és egyebek. Így történt ez a körzetbe is. Ezek a fák szépen kihajtottak, és szépen a lombkoronájuk is most már a megfelelő. Nem tudom, hogy emlékszik-e még rá, de például a Szabó Miklós utcai kis park felújítása is március 20-a után volt, és gyakorlatilag a park egy nevet is kapott, nem is akárkiről. Igen, Tóth Gézáról, világbajnok súlyemelőnkről javasoltam, hogy a teret nevezzük el, és ez hál' Isten be is következett, és azóta ezt a kis parkot és a környező házakat nem Szabó Miklós utca egy részének, hanem a Tóth Géza térnek sikerült elnevezni. Játszóteret is ígért tavasszal, mert ugye rengeteg a gyerek. Igen. Sikerült ezt megvalósítani? Hát ugye a játszótér kivitelezése sajnos a bürokrácia mai állapotában elég nehézkes, hiszen Európai Uniós szabványoknak kell megfelelni. Ennek azért van pozitív oldala is, mert annyira biztonságos játékelemeket írnak elő, hogyha arról egy kisgyermek leesik, nem úgy volt, mint a védőnk, vagy a vasjátszókáról az ember leesett a kavicsra, hanem most különböző olyan esés tompító burkolatot és gumielemeket kell a játékok alá behelyezni, ami megdrágítja ezeknek a kivitelezését. Viszont a tervezés szakaszában is nagyon szigorú előírások vannak. Most a Bolyai utcai ház, négy emeletes házak közötti zöld területekre készen vannak a tervek a játszótérre, és jövő évben, vagy ez év vége fele elkezdődhet egy olyan játszótérnek a kivitelezése, ami kiszolgálja mind a Bolyai utcában lakó gyermekeket, gyermekes családokat, mind pedig a Ruhonci úton, a haladáspályával szembeli szalag panelházban lakó családosokat, gyermekeket. Hát a közlekedés az rettenetesen erős ebben a körzetben, és nagyon veszélyes gyalogátkelő helyek is vannak. Sikerült-e ez ügyben valamit lépni? Hát igen, ugye ez folyamatos probléma. A Paragvári utcának a forgalma hihetetlen mértékben megnövekedett az elmúlt időszakban, és saját magam is tapasztalom azt, hogy egyszerűen egy-két percet kell várni arra, hogy átkeljünk az úttesten. Horváth Csaba képviselőtársammal próbáltunk erre megoldást találni, különböző forgalomtechnikai vizsgálatok kerültek elvégzésre, amik ugye mind azt mutatták ki, hogy itt lámpával a forgalmat lassítani nem szabad, mert akkor dugók kialakulása egyebek. Mi ezt elfogadtuk, ennek ellenére valami megoldási javaslat kell azoknál a zebráknál, ahol jelzőlámpával nem lehet ezeket felszerelni, és kísérleti jelleggel bevezettük
Az országban nem nagyon láttam még ilyet, ezt kitaláltuk, és ennek a kivitelezése el tudott kezdődni. A gyalogos megnyomja a gombot, kivillan, hogy engedj át, kérlek, egy ilyen szívességkérés az autósok részéről, de sajnos tegnapi napon is kipróbáltam, hát nem igazán. De annak ellenére, hogy gyakorlatilag a lámpa olyan fénnyel világít, hogy nincs olyan, nem lehet észrevenni, tehát gépkocsival is megyek, látom, hogy nagyon messziről látható. Ennek ellenére sajnos nem előzékenyek a gépkocsi vezetők az átkelés kapcsán. Nem tudom, hogy ennél többet mit lehet tenni, hogy az utókulati jeleteket... Akkor mutogatni egyébként nagyon okosan, amikor jönnek az autók, igen. És ők megpróbálnak átmenni, és így felmutogatnak a táblára, hogy engedj át, légy szíves, hogy nem veszed észre, kedves hát, autós, hogy igen. Itt valószínű, ki van téve. Az elején, ugye? Amikor ezt beszereltük, többször teszteltük, megnéztük, ugye egyszerre új forgalmi elem, és abban például lassítottak, fékeztek, most pedig már megszokták. Tehát sajnos a közlekedési kultúrával is probléma van. Ezen az útszakaszon kifejezetten. És nagyon nagy probléma ez, hiszen ezek a zebrák, az átkötő folyosók, a Váci utca és a Szabolcs-Zoltán utcai emeletes házak, a Paragvári utcába található kertes házak közötti átmenetet biztosítja. Ott a Művészeti Szakközépiskola, tehát innen is fel szeretném vinni az autósok figyelmét, hogy kicsit jobban figyeljünk egymásra. Mi lesz a helyzet a Paragvári 86-os házszám körül? Ugye ebben a műsorban felvetődött, ugye korábban a fiatalnak otthona volt ez az épület, hogy a környék nyugalmát sok esetben zavarják az ott élők. Sikerül-e valamilyen megoldást? Ugye akkoriban felvetődött több alternatíva is. Hát ugye amikor ezek a panaszok beérkeztek hozzánk, ezek alapvetően magatartásbeli problémákkal összefüggő panaszok. Azt tudni kell, hogy ezt a lakóingatlant most már nem a fiatal házasok otthon a rendszerben hasznosítja az önkormányzat, és azt mondom, hogy sajnos. Ugyanis az előző ciklusban olyan rossz bérlakáspolitika volt, hogy gyakorlatilag lehet, hogy nem rossz szándékkal, de olyan embereknek is biztosítottak ebben az épületben lakást, akinél látható volt az, hogy nem is tudja fenntartani a lakást, illetve nem olyan a szocializációja, hogy egy ilyen társasházi együttélés szabályait be tudja tartani. És most akkor finoman fogalmaztam, az utóbbi időben minden hónapban elmegyek a Paragvári 86-ba, olyan időpontokban is, amikor nem bejelentve érkezem, hogy lássam, hogy mi a helyzet, sajnos tényleg tragikus. Tehát van ott egy pár olyan bérlő, és nagyon sok olyan is van, aki jogcím nélkül tartózkodik ott, ezen éppen a tegnap előtti napon szembesültem. Ezért most már a jó szó, meg a kérés, meg a levelek, ez most már nem segít, tehát egy kicsit drasztikusabb fellépésre van szükség. Egyrészt az ott lakó normális életmódot folytató emberek védelme érdekében, másrészt a környék lakosainak a nyugalmának az érdekében, és hát ugye ne felejtsük el, hogy egy intézmény is található, ott a családok átmeneti otthon, hogy az első szint az egy önkormányzati intézmény. Sokan tévesen azt hiszik, hogy az itt lakók okozzák a problémát, az intézmény lakói nem, sajnos a házban van egy-két olyan lakó, aki nem tud kulturáltan viselkedni. Sajnos több esetben rendőrintézkedésre kerül sor. Volt olyan egyébként, hogy körözött személyt állítottak elő ebből az ingatlanból, tehát nagyon-nagyon durva közbiztonsági problémákat is okoz sok esetben az ott élő, sokszor jogszerűtlenül ott élő embereknek a magatartása. Ami a megoldás lehet, igen. Több oldalról vizsgáltuk meg ezt a kérdést. Először a családok átmeneti otthonának, a lakóinak a védelmében biztonsági szolgálatot vezettünk be a délutáni és esti órákban, de ők alapvetően a családok átmeneti otthonában lakó emberek vagyon és egyéb biztonságát felügyelik az esti órákban. Viszont most mutatkozik arra igény, és kísérleti jelleggel döntött a bizottság a tegnapi napon arról, jobban a hétfői napon, bocsánat, arról, hogy 24 órás őrzésvédelmi tevékenység lesz bevezetve az épületbe, pontosan az ilyen magatartásbéli problémák kiküszöbölése és dokumentálás érdekében, és nagyon nagy probléma az, hogy ezeket a bérlőket, akik nem megfelelően viselkednek, hiába érkezik be hozzánk jelzés, nem tudunk eljárni, hiszen nincs, aki tanúsítsa ezeket a tevékenységet, mert mondjuk félnek egy esetleges retorziótól, most innentől fogva, gyakorlatilag egy hivatalos személy dokumentálja ezeket a problémákat, esetleg azokat a személyeket, mert olyanról is van információm, és fontos, hogy ezt a nyilvánossággal megosszuk, és ő esetleg az érintettek is tudják, hogy hagyjanak fel ezzel a cselekménnyel, hogy önkormányzati bérlakást továbbadnak a bérletbe. Ezek tények, mert vannak ezzel kapcsolatos információk, ezeket ez a vagyonőr az elkövetkezendő időszakban
feladatkörében. És ellenőrzi. Így van, amivel megbízza a társasház kezelője. Bízom benne, hogyha egy hónapon belül ezek a szabályrendszerek betartatásra kerülnek, jogszabályi keretek között, akkor itt egyfajta változás el tud indulni. A másik az, hogy a családok átmeneti otthonában szükséges a kamerarendszer fejlesztése, ennek visszatartó ereje van, ugyanis több olyan szemét sikerült ezáltal egyébként azonosítani a rendőrségnek, a rendőrség kérésére lehet csak ezekbe beletekinteni. Szigorú szabályok vonatkoznak erre, hogyha nem lett volna, akkor nem tudták volna megfogni ezeket a személyeket. A másik pedig az, hogy ami jó hír és kicsit elhúzódott, de ez mind jó szándékú volt az, hogy tökéletes legyen a rendszer. A városi közterületfelügyelő közterületi kamerarendszer egyik végpontja lesz ott, a paragvári Váci kereszteződésbe, ahonnan gyakorlatilag a közterületfelügyeletbe 24 órába bekötött kamerarendszeren állandó figyelés mellett reagáló egységgel bármilyen probléma kialakulóban van, az ezeken a felvételeken látható, a reagáló egység nem a rendőrség járőre, hanem a közbefélt rendőrség közös járőre pedig azonnal tud intézkedni. Tehát muszáj volt ezeket a drasztikus lépéseket megtenni az ott lakók és a környék lakóinak a biztonsága érdekében. Lehet, hogy érni fogja a kritika ezeket, de úgy gondolom, hogy most már muszáj volt egy kicsit szigorúbb fellépés felé. Hát akik a környéken élnek, biztos, hogy nem fogják kritizálni majd ezeket a lépéseket. Bízunk benne, hogy ez így lesz. És akkor most elérkeztünk oda, hogy a következő esetlegesen sorra kerülő fogadó órán, amelyre visszavárjuk ide a képviselőurat, legyen mit kérdeznünk. Milyen tervek vannak még a tarsolyában, a térségben? Milyen olyan problémák, amiket esetleg eddig nem említettünk, és amelyek mondjuk megoldásra várnak? Tehát milyen elképzelései vannak még? Hát, ami régi probléma, és elég méltatlan, nagyon sok ember közlekedik a Szabolcs-Zoltán utcai gyaloghídon. Nem a híddal van probléma összességében, hanem az odavezető út állapota elég tragikus. Azt tervezem, hogy a jövő évben a városüzemeltetési kiadások terhére, és erre ígéretem van, hál' Isten, a polgármester uraktól. Most már lesz erre fedezet. Nyilvánosság előtt is ígéretet. Vagy lesz erre fedezet, hogy egy útérburkolat kapjon az odavezető út, ugye mellett egy borozó található, igyekszem felvenni a tulajdonossával a kapcsolatot, hogy hogyan tudunk együttműködni ebben a dologban, hogy ő is esetleg egy kicsit a saját ingatlanánba változásokat eszközölne, és akkor ez egy szép bevezető útja lehet annak a sok száz embernek, aki a Szabolcs-Zoltán utcában lakik, ezt bizonyára meg kell lépni, és a feladatok ugyanúgy változatlanok a választókerületben, hiszen folyamatos az út, utak, járdákkal kapcsolatos dolgok. Én mindig próbálok lobbizni többi képviselőtársammal versenyezni, hogy ki tud többet a saját területére úgymond hozni az útfelújítási keretből. Azért mindig sikeresen fontossági sorrendet felállítva sikerül ezeket az utcákat felújítani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és reagálta március 20-án felvetett kérdésekre, kérdéskörökre, és hát a tervekhez pedig sok sikert, és hát kitartást, hogy a többi képviselővel szemben valóban meg tudja vívni ezeket a csatákat, harcokat. Kedves nézők, a fogadóra vendége Szakály Gábor volt, a 6-os számú választókörzet képviselője. További szép estét. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi pedig akkor ellátogatunk a Natur Kulinárium programra. A projekt keretében megtartották a Nyitott Kapuk napját, ahol helyi termékek, turisztikai és gasztronómiai szervezetek, vállalkozások tevékenységét ismerhették meg az érdeklődők, akik ott voltak, és most önök is, akik nézik ezt az összefoglalót. Az egér alma egy pompás, csodálatos, illatos, nagyon finom nyárvégi alma. Ami még nagyon érdekes, és máshol nem nagyon található, ez a piros fogácsalma. Az őri szentpéteri csörgő alma gyümölcsös kertben az ország és a tájegység ősi gyümölcsfajtáit gyűjtötték össze. Néhány közülük már csak itt található. Ebben a mérgezett világunkban Ez egy, nem tudok más szólt használni tényleg, hogy kincs. Ezek a fák azért kincsek, mert nem kell őket permetezni. Az Őrségi Nemzeti Park egy tanösvényt is létrehozott, ahol interaktív módon az őrségi porták jellegzetes élőhelyét, a kaszáló gyümölcsöst és annak színes állat, valamint növényvilágát is megismerhetik az érdeklődők. Az Orbánczfő az egy nagyon-nagyon hangulatjavító, nyugtató, alvás segítő növény.
Kinyitotta kapuit az a biogazdálkodó család is, aki 1989-ben egy kecskével kezdett. Ma már 100 szarvasmarhát tartanak, és maguk termelik a húst, a tojást és a tejtermékeket is. Elsősorban a helyi alapanyagokra, a teljes mértékben, amit be tudunk szerezni, az mindent innen a környékből, innen szerzünk be. Másik pedig a frissesség, a szezonalitás. Ebben az Őri Szentpéteri étteremben az étlapra az éppen termő növények, gyümölcsök kerülnek. Ennek a projektnek több célja van, de a legeslegfőbb célja az, hogy visszatérjünk a hagyományos étel előállításához, és hagyományos nyersanyagú pedig a hagyományos ételeknek a készítéséhez. A Naturkulinárium program és tájérországi, bécsi és vasmegyei megyék önkormányzati együttműködés alapján létrejött olyan programsor, projekt, csúnya szóval, amelyben sok mindent sikerült megvalósítanunk. Volt a gesztenyéhez kapcsolódó kultúrkört feldolgozó konferencia, gesztenyefa telepítésünk, ez Kőszeghegy alján történt meg, illetve a szombathelyi arborétumban, a Kámoni arborétumban. Volt egy nagy sertés, vágás, sertés tartás népszerűsítő programunk, amelyet szarvaskenden bonyolítottunk le, és hát most megpróbáljuk bemutatni azokat a helyeket, ahol a hagyományos ősi eszközökkel termelnek többféle mezőgazdasági terméket, és olyan vendéglátóhelyeket próbálunk népszerűsíteni, amelyek ezeket feldolgozzák, és napi szinten a konyhájukban értékesítik. Az osztrák-magyar határon átnyúló együttműködési programban a Vasi önkormányzat 3 ausztriai partnerrel dolgozik a régió kertjei és kultúrtájai kínálta élmény lehetőségek fejlesztésén. A Naturkulinárium program egy kiváló marketingeszköz. Itt tájegységeink értékeit az emberek a gyomrukon keresztül ismerhetik meg. Mi Bécsben például létrehoztunk egy látogató központot, ahol növények gyökereit, a növekedést is láthatják az érdeklődők. Hogy lehet egy lekvár például turisztikai látványosság? A Naturkulinárium program célja, hogy a már sikeres helyi termelők példáján keresztül megmutassa, milyen turista csalogató attrakciót rejthetnek a vasmegyei kertek. Török Rita, mondhatjuk, ízfeltaláló, saját gyümölcsből, saját recept szerint, saját lekvár különlegességeket készít. A lekvárokhoz egyáltalán nem használok tartósítószereket, mert az alma pektin elég jól besüríti, és a hőkezelés folyamán pontosan elég annyi tartósítás a lekvároknak, tehát igazából ennél többre nincsen szükség. A nyitott kapuk napján Lukácsházán, a biotájházban az érdeklődők a régi paraszti életformával is megismerkedhettek, és megkóstolhatták a kemencében sült langallót. A biogazdaságot 2008-ban hozták itt létre. Azért hoztuk létre, hogy minden olyan vendégnek, akit érdekel az, hogy milyen volt a hagyományos paraszti élet az Őrvidéken, milyen biomódon élni és táplálkozni és földet művelni, és kíváncsian vagyunk arra, hogy mi hogy éltek a nagyszüleink, vagy a dédnagyszüleink, azoknak meg tudjuk ezt mutatni. Amikor én ezt a házat építettem, akkor könyveket bújtam, próbáltam megtalálni az információs forrásokat, legjobbak voltak ezek az idős bácsik és nénik. Az ember leült fel, és akkor kérdeztem, és akkor látta, hogy érdekel, látta azt, hogy valamiféle alaptudásom van hozzá mezőgazdaságból, és nem azt a hagyományőrzést akarom én őrizni, amelyik a táncról, meg a zenéről szól, hanem tényleg az agráriumról, a faluról, akkor megnyíltak, és akkor az én nagyapám mit csinálta, az én nagyapám mit csinálta, az én anyukám mit csinálta, ezt főzött, így ettük, így gondoztuk az állatot, és akkor mesél mindenki, és látszik, hogy élvezik, hogy akkor mondhatják, és innen van a tudás. A Naturkulinárium program nyitott kapuk napján a Vas megyei helyi termelők, turisztikai, gasztronómiai szervezetek, vállalkozások megmutathatták, miként válhat turisztikai látványossággá hétköznapi munkájuk. 20 éves a Szombathelyi Város Kolping Egyesülete, egészen pontosan szeptember 28-án szombaton rendezik majd a jubileumi ünnepségeket, ám mielőtt még az ünnepségekről beszélnénk, azt gondolom, hogy érdemes magával az egyesülettel, annak létrejöttével is megismerkedniük. A stúdióban nagy szeretettel köszöntöm Kőszegfalviné Pajor Klárát, a Szombathelyi Város Kolping Egyesületének elnökét. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy eljött. És köszöntök mindenkit. Megkérem, mutassa be nekünk, hogy hogy is indult maga a mozgalom. Ki volt annak az elindítója már nem a Szombathelyinek, hanem magának a Kolping mozgalomnak? A Kolping mozgalom elindítója Kolping Adol volt, aki 1800, 1800
13-ban született, most lesz pont születésének a 200. évfordulója, ez világviszonylatban is 200 éves centenáriumi rendezvények vannak. Most a mi ünnepségünkkel párhuzamosan Kölnbe is fognak tartani Kolping ünnepségeket. Közben én mutatok a kanálának egy képet, majd erről is tessék azért beszélni, hogy mit látnak itt. Kolping Adolf egy asztalos inas volt, aki későbbiek során szerzetesi pályára lépett, és látta a fiataloknak, illetve a legényeknek azt, hogy olyan elhanyagoltan, vagy hát nincs, aki fölkarolja őket, és fölkarolta a legényegyleteket. Az 1800-as években legényegyleteket hoztak létre. Szombathelyen is működött 1800-as években legényegylet, erről a levéltári dokumentumokban is sikerült utána járnunk, és ezek a legényegyletek későbbiek során elég szép számmal voltak a világ minden táján. Ez a régi képeslap, ami 100 évvel ezelőtt készült, mutatja azt, hogy akkoriban melyik országban hány ilyen legényegylet volt. Ugye a világháború idején ezeket a legényegyleteket megszüntették, többek között a szombathelyi legényegyletet is megszüntették. Viszont Németországban továbbra is működtek, és nem legényegylet, hanem később Kolping Adolfról nevezték el, akinek a szervezete vagy Németországban 150 éves volt a Kolping mozgalom. Utána egyre jobban kezdtek el más országokba is ezek az egyesületek megalakulni. Magyarországon már a korábbi években is volt, és a Magyar Kolping Szövetségnek az egyik nagy neve Láng György volt, aki sajnos időközben már meghalt. Őt kérte meg itt Szombathelyen Horváth József atya, a Kálvári akkori plébánosa, hogy jöjjön el és beszéljen egy kicsit a Kolping mozgalomról. Ő szívesen el is jött, és itt a, elsősorban ugye a Kálvária közösségének tartott egy tájékoztatót arról, hogy mi a Kolping mozgalom, mi a Kolping célja, ki volt Kolping Adolf, és utána József atyának köszönhető volt az, hogy itt Szombathelyen is megalakult a Kolping Egyesület. Országos viszonylatban van a Magyar Kolping Szövetség, Pesten van a székhelye, amelynek több körzete van. Általában egy-egy körzet, tehát négy körzet van, a nyugati, keleti, déli, északi Kolping körzet. Ezek három megyét ölelnek magukba föl, és ez a három megyének a vallási, mert ugye azért az elsősorban egy vallási közösség, tagjai alkotják így ezeket a körzeti, területi szervezeteket, csoportokat. Itt a környéken nagyon jó kapcsolatunk van a lenti szombathelyekkel, most már évek óta járunk a lenti szombathelyi Mária fához zarándokolni, ami aztán egy ilyen főzőversennyel is összekötetve van. Most az idén is szeptemberben ott voltak a kolpingosaink, de nagyon jó a kapcsolat, ugye van Körmenden, a körmendi kolpingosokkal is, hiszen ők is jelezték, hogy eljönnek erre a jubileumunkra, de voltunk a győri Kolping Egyesületnél is, ők is most ünnepelték a jubileumukat. Ők is fognak jönni erre a jubileumi rendezvényünkre. Aztán akkor jó a kapcsolatunk a veszprémi, várpalotai Kolping Egyesületekkel, a Badacsony-Tomajba is jártunk már, tehát így a többi Nyugat-Dunántúli Kolping családokkal a kapcsolatunk szinte azt mondhatom, hogy nagyon szoros. És ami, nem, ami nagyon lényeges, hogy a Szombathelyi Kolping Egyesületnek a szinte testvérvárosa, mint ahogy a városnak is, a Kajbajreni Kolping Egyesület, Kolping család, ővelük 20 éve tartjuk a kapcsolatot. Tavaly októberben tőlünk voltak kint egy nagyobb létszámú csoport a Kajbajreniaknál, és most ők is jönnek hozzánk a
jubileumi rendezvényünkre, és ez a szeptember 28 azért is ezért látom, mert hogyha pontosan nézem, akkor májusban lett volna igazán, hogy 20 éves az egyesületünk, de szerették volna azt, hogy a Kaibajreni akik legyenek, és az ő időpont egyeztetésükkel lett ez a szeptember 28-a meghatározva. A Kaibajreniak már itt vannak Alsópáhokon, ugye Alsópáhok az szintén egy ilyen Kolping szálló, ami annak idején, például a mi Kolping Egyesületünk tagja, és nagyon sok társadalmi munkában dolgoztak ott. Hát végre, hogy ezt hallom, mert a kedves nézők egész eddig azt hihették, hogy a Szombathelyi Város Kolping Egyesülete az más se csinál, mint meglátogatja a testvér egyesületeket, és akkor oda-vissza kirándulgatnak, elbeszélgetnek, gondolom, esetleg egy kis gasztronómia is belefér ebbe a dologba. Azért ennél többről van szó. Többről. Ugye, hogyha csak azt említem meg, hogy a templomuk restaurálása is kivették a részüket. Nem csak anyagilag támogatták, hanem kétkezi munkával igen, is. Igen, igen. Nagyon sok társadalmi munkát ilyen téren szerveztek a Kálvária templomnál, és ezért azt el kell mondanom, hogy nem csak a Kálvária templomhoz tartozó emberek vannak most a csoportban, hanem az egész városból. Igen. Mert szennyitottak vagyunk, tehát jöhetnek mások is, és igenis társadalmi munkával, meg gyűjtésekkel is segítjük, hát hiszen Kolping Adolf is segített így az embereken, és most karoltunk föl egy fiút, akinek a nyári időszakra szállást biztosítottunk, úgyhogy összedobták a Kolping család tagjai a pénzt, hogy el tudjon lakni tudjon, mert kollégista, de ugye nyáron nincs kollégium, és szereztünk neki szállást, tehát ilyen téren is igyekszünk segíteni, meg hát azért egyéb olyan tevékenységeink is vannak, amivel hát szeretnénk Kolping Adolfnak a munkásságát folytatni, lelkiségét, és ezeket. Szociális érzékenységét, mert ő rettenetesen szociális érzékenységű lelkész volt. Említette, hogy többen ünneplik most a kerekéfordulójukat, és hogy 20, de van 25 éves alapítású egyesület is. Alakulnak-e azóta egyesületek? Tehát mondjuk létezik-e 5 éves, 10 éves, 3 éves, 8 éves egyesület? Tudomásom szerint itt a térségben vannak, akik újabban alakultak, Jászt, meg hát még Pétfürdő, bocsánat, Pétfürdő az már régebbi, mert ott van egy pont a Kolping Adolfnak egy gyerekjéje a Pétfürdői templomba, de vannak, és örülöm. Nem marad abba újra és nem, újra és nem. Újra igen, igen. Egyesületek alakulnak. Nagyon fontos gondolata volt Kolping Adolfnak az, hogy a kereszténységet életszerűen és bátran bele kell vinni a gyakorlati életbe. Ez hogy valósul meg manapság, hogy látja elnök azt? Gyakorlatilag mi is folytatjuk ugyanezt, igyekszünk, tehát egy-egy összejövetelen, ugye elmondjuk a Kolping imát, a Kolping énekkel fejezzük be az összejöveteleken, minden egyházi megmozdulásokon igyekszünk ott lenni. Elsősorban ugye a Kálvária templom, illetve hát most már egy kicsit szélesebb, ugye az Oladi templomban is, mert most a Kálvária az ugye az Oladi templomnak lett a filiája. Hát a Horváth József atya, aki annak idején az egész mozgalmat elindította, ugye nyugdíjba vonult, és hát most a Gál Sándor atya az, aki a prézesünk lett, de mind a kettő támogatja a mozgalmat, illetve hát az egyesületi tevékenységünket. Olyan érdekes ez, hogy ugye előadásokat is tartanak a kirándulások és a szociális jellegű támogatások, illetve hogyha kell fizikálisan is odállnak egy-egy probléma megoldása mellé az egyesület tagjai. Az előadások összeállítása tekintetében a tagok is beleszólnak abba, hogy miről szólnak ezek az előadások. Ugye az élet, a hit és a kultúra kérdésköreiről szólnak többnyire az előadások, de hogy kiket hívnak meg? Hát amikor az éves programunkat összeállítjuk, akkor hát egy ilyen véleménykutatást a tagok között. Például az idén volt már az, hogy Devecseri Gábor, ugye, mint író jött el, és mindenkinek nagyon tetszett, hogy ő ott egy író-olvasó találkozott. Tehát vannak ilyen
kérések, és akkor közkívánatra, közkívánatra, hogy teljesíti ezeket. És akkor azt megpróbáljuk úgy beépíteni a programba, hogy hát mindenkinek tetszen, és hát azért a látogatottság is megfelelő legyen. És azért azt is el kell mondanom, hogy ugye elég sok civil szervezettel van itt kapcsolatban, de a részvételi arány itt a legnagyobb. Tehát addig, amíg esetleg a más civil szervezeteknél a tagságnak ugye 50%-a, ha eljön egy-egy rendezvényre, az már akkor jónak mondható. Itt azt kell mondanom, hogy majdnem 80%-a rendszeresen ott van az összejöveteleink. Családok inkább, akik megjelennek? Hát általában házaspárok vannak, egy-két fiatalabb is ugye családon keresztül azért eljár, de sajnos azért inkább az idősebb korosztály. Azt kell mondani, múltkor számoltam ki, az átlag életkor nálunk 67 év. Tehát akkor a fiatalítás évei következnek most. Nyilván ebbe is segíthet most a 28-ai rendezvénysorozat, hogy egy kicsit megismerkedjenek, hogy egy kicsit nyissanak. Kezdjük bemutatni a kedves nézőknek, hogy a Szombathely Város Kolping Egyesülete milyen eseményekkel, rendezvényekkel jubilál a 20. születésnapja alkalmából. Hát elsősorban a 20 év történetéből, illetve hát a legény egyleti múltból is lesznek, állítunk össze egy kiállítást. Ez egy 8 keretoldalnyi anyag, ami azt jelenti, hogy közel olyan 100 fotó dokumentum kerül bemutatásra. Egyrészt ugye ezeket, másrészt tárgyemlékeket is bemutatunk egy vitrínbe, amiket valamilyen rendezvény kapcsán kaptunk a Kajbaj Reniaktól, vagy más Kolping családoktól, most itt gondolok itt Gyertya, vagy éppenséggel most a emléktárgyak. Vagy de nyilván fűződik hozzájuk valami, mindenki ez valami emlék, az igen, egész biztos. Igen, tehát ilyen tárgyakat állítunk ki. Ennek a kiállításnak a megnyitójára Horváth József atyát kértük föl, ő pápai prelátus, ő volt korábban az Egyesület prézese, és amikor nyugdíjba vonult, akkor kapott egy örökös tiszteletbeli prézesi elismerést tőlünk, tehát ő, mint örökös tiszteletbeli prézes fogja megnyitani a kiállításunkat. Hol lesz a kiállítás? A Martineum Felnőttképző Akadémia folyosóján rendezzük holnap lesz a berendezés, és akkor lehet ezt megtekinteni. Körülbelül 2 hétig látogatható, aki érdekel. Nem maradhat el, gondolom, az ünnepi szentmise sem. Hát az természetes. És az otthon rendezik. Az ünnepi szentmise Kálvária templomban lesz. Szintén hát a volt és a jelenlegi prézes fogja a misét celebrálni. A mise keretében megemlékezünk a korábban elhunyt kolpingosainkról, ezt úgy, hogy mindenkinek egy-egy gyertyát gyújtunk ott az oltár előtt, és akkor hát az a mise alatt fog égni. A misén is elsősorban Kolping énekek és imák fognak elhangzani, de ide is bárki jöhet. Nyitott, aki már ott jár. Az ünnepi műsor mi lesz? Mert gondolom, hogy azért csak lesz valami kis összefoglaló emlékező beszéd, műsor. Lesz, igen. A műsort először is kezdjük azzal, hogy a Martineum Felnőttképző Akadémia udvarán került, ugye a Szent Márton látogatóközpont egyik ilyen fogadó részének a kialakítása. Ezt dr. Kis Péter fogja bemutatni. Utána lesz egy kis műsor, az Kolping Egyesületnek van egy kis énekkara is, és az énekkar fog szerepelni. Ezt követően egy kis táncbemutató lesz, utána pedig a köszöntők fognak elhangzani. Hát itt a Kajbajrendből érkező kolpingosok is fognak egy kis rövid köszöntőt, az országos titkár tekintettel arra, hogy nem tud itt lenni, de egy levelet írt már, amit felolvasunk, annak a tartalmát, és hát utána emléktárgyakat fogunk átadni a résztvevőknek, ez külön egy kis oklevél, külön készítettünk egy kolpingjelvényt,
meg hát azoknak a csoportoknak, most gondolok itt, hogy jönnek Győrből, Lenti Szombathájra, Körmönre, testvércsoportok, ugye Kajbajrene, még külön egy kis szentmártonos gyertyát kapnak ezek. És utána egy kis beszélgetés esetleg. És akkor igen, utána pedig kötetlen beszélgetés lesz. Nagyon szépen köszönöm elnök asszonynak, hogy itt volt, és a születésnap alkalmából megismerhettük az Egyesületet egy kicsit közelebbről, aki teheti tehát 28-án a Szombathelyi Város Kolping Egyesületének 20 éves jubileumi születésnapjára látogasson el a Martinum Felnőttképző Akadémiára, illetve hát a Kálvária templomban lesz majd a Szent Mise. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, és még azért annyit, ha valaki jobban meg akarja ismerni, van egy honlapunk is, www.kolpingszombathely.hu, azon még többet tud elolvasni. Biztassuk a kedves nézőket, hogy olvassák el ezt is. Még egyszer is köszönöm, további is szép köszönöm. Estét, és kedves nézők, önöknek pedig a figyelmet köszönöm mára. Ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is a Szombathelyi Televízió csatornáján. Szép estét, viszontlátásra!